leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Kedves testvéreim, barátaim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy ideig nem jelentkeztünk most az elmúlt hetekben, vártunk az engedélyre. Sajnos a mi hibánkon kívül kellett csúszni még egy hónapot, de ha Jóisten segít, akkor 5-én meg lesz az engedélyünk, és elkezdhetünk külsőleg is építkezni. Addig is végeztünk egy néhány dolgot. Pontosabban végeztettünk egy néhány dolgot, egy nagyon kedves vállalkozó csapat eljött és segítettek nekünk megoldani. Az épületnek a vízszigetelését úgy oldották meg, hogy keresztül vágták, és amit van a kezemben, ilyen műanyag lapokkal szépen betömködték, utána pedig nagyon profin beszigetelték, és remények szerint így meg fog állni teljesen a vízesedés. Továbbra is szeletelgettük a téglákat lelkesen, van még 3 raklap hátra, amit meg kell csinálnunk majd. Az Úr kegyelméből is ezt reméljük, hogy nem sokára tudjuk majd kívülről is burkolni. Az elmúlt időszakban is a jó Istennek hála többször voltak itt kedves testvérek segíteni. Éppen 2 hete a kecskeméti baptista gyülekezetből jött egy lelkes férfi csapat, és a belső födémet szépen takarították le, nagyon sok por, kosz, deszkák lejöttek. Igyekeztünk minden olyan munkát elvégezni, ami még nem engedélyköteles, de tudunk előre haladni. De igazából az engedélyek megérkezése után tudunk majd lényegében haladni. Az épületnek a bal oldalán, amit nem sokára megmutatunk majd, nem volt elég erős az alap, ott végeztünk egy talajmegerősítést, ami szintén nem volt még engedélyköteles, de nagyon-nagyon hasznos volt, mivel lesz egy fél emelet építve erre az épület részre, és ez az oldal itt végig meg lett erősítve, úgyhogy lefúrtak egész mélyre, több mint 2 méter mélyre, befújtak ilyen nagyon komoly cementes anyagot, és reményénk szerint ez nagyon sokat fog segíteni abban, hogy statikailag állékony legyen az épületünk. Ami nagyon fontos, igazából az utolsó videónkban beszéltem arról, hogy van lehetőség az adományozásra, és nagyon szeretném nektek megköszönni. Számomra egy csoda, hogy az elmúlt 2 hónapban 16,6 millió forint összegyűlt már adományokból. Gyülekezetek, magánszemélyek, vállalkozások adtak már számunkra pénzt, és ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék. És igazából most jön majd az építkezés rész, és most, ahogy számolgattuk, tehát most egy olyan 60-80 millió forint kell a következő lépéshez, úgyhogy ha van még adományozó kedvetek, vagy adokozó kedvetek, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk. Bízunk a Jóistenben, és hiszünk a csodákban, hogy ő lesz az, aki bennünket meg fog áldani, bennünket meg fog segíteni, és nagyon remélem, hogy a következő bejelentésünknél látványos változások fognak már történni, hiszen reményeink szerint az engedély birtokában elkezdhetjük beállítani majd az ablakokat, az ablakoknak a helyét, ott is van előrelépés, megrendeltem egy nagyszerű cégnél az ablakokat, egyeztettünk, megbeszéltük, és nagyon kedvező áron, ami kedvező ár, de több mint 20 millió forint lesz a nyílászárók, de hisszük azt, hogy nem sokára ősszel ezeket be tudjuk majd építeni, ahhoz mi nagyon sokat kell dolgoznunk. Úgyhogy ha van kedvetek eljönni segíteni, továbbra is várunk benneteket szeretettel. 2 gyülekezet is van jelenleg, aki bejelentkezett, hogy az elkövetkezendő hetekben el fognak jönni egy szombatra, vagy van, aki péntektől vasárnapig jön el és segít a gyülekezetnél. Nagyon köszönöm minden felajánlást, legfőképpen azt, ha imádkoztok értünk, hogy lássuk meg mindannyian Istennek a csodáját, Istennek a hatalmát, és nagyon vágyunk arra, hogy Isten kegyelme tudjon megnyilvánulni abban, hogy az épület szépen felépül, és Isten dicsősége kiárad ebben az épületben. Isten áldjon benneteket! Örömmel kiáltozok, köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már, rám várhol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok, így még dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, dapsolok, ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem, ez az a hely, ahol otthon vagyok. Táncolok, örömmel kiáltozok, köszönöm Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már, rám várhol az arany utcákon, táncolok, örömmel kiáltozok, így dalolok, ez az a hely, ahol